Akkor jó estét kívánok mindenkinek. Jól lehet hallani minket? Jól működik a hang, akusztika. Oké? Okay? Köszönjük. Így van, mert hogyha nem működik jól, akkor bekiabáljuk majd az üzeneteket a levegőbe, de lehet, hogy erre nem lesz szükség. De erre is fel vagyunk készülve. Tehát ez egy rugalmas csapat, esztétikailag. Én Emezzé Mário vagyok, és én vagyok a lent a Fuga alapsorában látható Proto című kiállításnak a kurátora, és én fogom most ezt a kerekasztal beszélgetést felvezetni röviden, ami ugye a kiállításnak a finisszázsa, vagy hát záró eseménye. A beszélgetés után amúgy a kiállítás megtekinthető lesz, utolsó alkalommal, mert a holnapi nap már az anyag le lesz bontva, tehát hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy önök is, hogyha eddig nem tették, akkor részesüljenek ebben a hát, világszerű esztétikai élményben, ami egyszerre interaktív és immerzív. Itt már bedobtam egy-két fogalmat, amiről beszélgetni is fogunk a kiállítás kapcsán, ugye a művészekkel. Egyrészt bemutatnám a jelenlévőket. Egyrészt itt van velünk Kusztos Júlia, aki a Képzőművészeti Egyetem képgrafikai szakán végez, diplomázik jelenleg, és ő az egyik alkotója a Proto kiállításnak. A másik alkotó ugyancsak ilyen szimmetrikusan a másik oldalon helyezkedik el, Szőcs Márton, zeneszerző, és hát már ebből a rövid bemutatásból is látható, hogy itt olyan anyagról van szó, ami művészeti ágak, médiumok ütközése, illetve találkozása mentén szerveződik egy komplex élményé. Erre a beszélgetésre, részben abból a célból is, hogy a művészeket faggassák, illetve kommentárjaikkal konstruktívan építsék, meghívtunk két vendéget, Cserna Endrét, itt a jobbomon, aki vizuális művész, művészeti író, illetve az Artportálnak az egyik szerkesztő, Artmagazin, elnézést. Az Artmagazin, ezt tudtam, hogy a bemutatkozásban itt bele fogok keveredni, tehát az Artmagazinnak az egyik szerkesztője. És akkor, hogy tovább haladunk ebben az irányban, itt van Ajtai Péter, aki zenész, illetve a Prémagazin zenei rovatának a szerkesztője, illetve emellett jelenleg a zeneesztétikai disszertációját védi meg az ELTE esztétika doktori iskolájában. Azt hiszem mindent elmondtam, most ami a beszélgetés kontextusául szolgálhat, túlléptünk a bemutatkozáson, és akkor szerintem közelítsük meg az izgalmas részeket, magát a Proto kiállítást. Na most, ugye itt a több, mikor így arról beszélgettünk korábban, hogy milyen témák merüljenek föl a kerekasztalon, így felvetődött az, és aztán Péternek a meglátása, vagy a kommentárja volt, hogy ebben a kiállításban úgymond sok a titok. Vagy hát értve ezt úgy, hogy vannak olyan elemei ennek az egész koncepciónak, olyan technikai, vagy illetve esztétikai, vagy egyéb elemei, amik lappanganak a kiállításnak a működésében, értve ez alatt az, hogy nincsenek úgymond a befogadó vagy a látogató arcába tolva, ugyanakkor a háttérben mégis alakítják a befogadói élményt. Tehát ezekről a titkokról fogunk most beszélgetni, tehát lehullanak majd itt a leplek, reméljük, itt a beszélgetés során. Illetve talán afelől, itt a titkoknak a felfejtését afelől lehetne megközelíteni, hogy ugye most egy finisszázson vagyunk, itt véget ér valami, ugyanakkor ez a zárás, ez olyan szempontból is fontos, hogy az időbelisége magának ennek a projektnek, hogy egy folyamatnak, vagy egy eseménynek a bemutatását is megcélozta ez az egész kiállítás. Tehát nem egyszerűen valamiféle
statikus pozícióról van szó, hogy bemegyünk, ott találunk valamit, hanem ezek az élmények, ezek időben is kibontakoznak. Itt lezajlik valami a kiállítás egy hónapja alatt. Részben ez is volt a művészeknek az egyik intenciója, hogy egy ilyen kiszámított vagy kiszámíthatatlan folyamatot vigyenek színre a kiállítás anyagiságából, a zenei, illetve anyaghatásoknak az összjátékából kiindulva. Tehát, hogy itt van ennek az időnek egy, a természeti időnek, vagy az anyagok idejének van egy fenomenológiája, ami rendkívül fontos ebben az esetben. Na, erre akarok gyorsan rákérdezni rögtön itt a Julinál meg a Mártonnál, hogy élik ezt meg, hogy is mondjam, ez a folyamat, itt most a kiállítás vége felől tekintve ez úgy zajlott le, ahogy ti szerettétek volna, vagy meglepettiteket az, amivé vált maga a kiállítás? Voltak-e meglepetések számotokra is ebben a történésben, vagy ebben a folyamatban? Még hát egyáltalán akkor ennek kapcsán meséljetek egy kicsit a közönségnek az egész koncepcióról. Köszönöm. Üdvözöljek mindenkit, sziasztok! Köszi, hogy eljöttetek. Szerintem a folyamat, vagy az egész munkának a létrehozása az már jóval előbb elkezdődött, körülbelül fél évvel ezelőtt, amikor így először felmerült az ötlet, hogy létrehozni. Az egésznek a folyamatisága számomra legalábbis az alkotói munka folyamán volt a legdinamikusabb és folyamatosan formálódó, és abban a pillanatban, amikor meg ez a kiállítás megnyitásra került, tulajdonképpen már egy másik fajta folyamat kezdett el működni, amiben nem volt egy olyan aktív beleszólásunk, vagy így közrejátszásunk, mint az azelőtti folyamatokban. Igazából talán most egyelőre ennyit akartam elmondani. Hogyan találkoztatok, hogy hogyan kezdtetek el együtt dolgozni? Hát nem tudom, jóban vagyunk régóta, és sokat jártunk kiállításokra, és kialakult közöttünk egy ilyen beszélgetés ilyen esztétikai kérdésekről, és hát egy idő után felmerült az, hogy tök jó lenne valamit csinálni, és aztán a Fuga jó voltából megkaptuk ezt a lehetőséget, ami eleinte nem egy ennyire grandiózus valaminek tűnt, hanem egy kicsit szerényebb hozzáállással fogtunk neki ennek ennek a szervezésnek, de aztán amikor Kristóf azt mondta, hogy engedjük szabadon a gondolatainkat, akkor ez meg is történt, és úgy lett az egészből ez a két termet felülelő méretű installáció. Mondjam el én is, hogy így a kérdés. Tehát ez a folyamat kérdés a zenében hát már egy közhely, hogy a zene az a leginkább időben történő, vagy csak is időben történhető műfaj a művészeti kategóriák közül. Ezért és ráadásul erre reflektál is az a terem, amiben van ez a T alakú taposóköves megoldás. Méghozzá, A második terem. A második terem. Méghozzá oly módon, hogy az oda felhalmozott vizes agyag száradását én szimbolikusan egy kvintekből álló akkord egy hónap alatt történő kvártokból álló akkordá való átglisszandálás, vagy átcsúsztatásával oldottam meg. És ez azt hiszem, hogy így jól összefoglalja azt, ami az időbeniségnek a kiemelt fontossága ennek a projektnek a keretében is, de amúgy is, amikor zenéről van szó, úgy szintén. És ez is egy ilyen titokfelfedés éppen, amit most elmondtam. Ez így nem volt a szájbarágva. Hát persze az ismerőseinkben voltak avatva, vagy nem tudom, de tulajdonképpen
szerintem az kevés ember számára vált nyilvánvalóvá, hogyha belép abba a terembe és hall egy hangot, ami akár egy zaj is lehetne, akár valami átszűrődő dolog, nem tudom honnan, az tulajdonképpen egy ilyen iszonyatosan lassan fejlődő vagy változó hangkompozíció. Azt hiszem, hogy most... És a közös kiállításokra járásban született meg az ötlet arra, hogy én ebben azért érzek ilyen intézménykritikai jelleget, hogy nem biztos, hogy ezt a kurátori munka ezt akarta kidomborítani, de hogy alapvetően nekem az a legprimerebb élményem vele, hogy először sikerült megnéznem rosszul a kiállítást, vagy besétáltam egy sötét terembe, és nem értettem, hogy mi van, egy ilyen teljesen dezorientált titokban maradtam én is, és igazából a Mário felé a kérdésem az, hogy ez mennyire egy ilyen punk hozzáállás a kurátori munkához, hogy minél inkább megnehezíteni azt a helyzetet, hogy eljusson az interakcióig a látogató. Hát ezen sokat gondolkoztunk, meg ez azért így egymás között így tényleg egy ilyen, hát ez viták tárgya, beszélgetések tárgya volt, hogy hogy adagoljuk ugye az információkat, hogy lehet a látogatót vezetni, mennyire kell vezetni, mennyire kell a titkokat felfedni egyáltalán egy ilyen történésben, mennyire kell kézen fogni a látogatót, mennyire kell a szájába rágni dolgokat. Tehát, hogy... És akkor ennek mentén próbáltunk ilyen patika mérleggel adagolni, mondjuk vizuális, vagy nyelvi, vagy egyéb zenei, vagy különböző információkat. Ez egy nehéz feladat volt. Ezt amúgy szerintem, ezt érdekes, ahogyan te ezt megfogalmazod, lehet szerintem ezt valamiféle, akár ilyen értelemben vett intézménykritikai, vagy egyéb módon értelmezni, azért azt láthatjuk, hogy elég sok olyan kiállítás van, ahol ugye ez a kézen vezetés megtörténik, akár erőltetett módon is, hogy akkor a látogatónak, akár a koncepció leírásában, akár a kurátori munka során egyszerűen megspórolódik egy bizonyos esztétikai vagy befogadói munka, mert tényleg egy ilyen, hát, hogy is mondjam, ilyen valahol egy ilyen infantilizált módon, akár ezt is mondhatjuk, egy ilyen infantilizált módon történik a látogatónak a kezelése. Tehát, hogy ott nincs, hogy is mondjam, ez az ellenállása az anyagnak, azt nem tapasztalja meg a feltétlenül a látogató vagy a befogadó. Hát itt meg lehet ilyeneket tapasztalni, ugyanakkor meg mégis teljesen elvágni nem akartuk a dolgot, tehát hogy azért egy teljesen kiforgatni ezt a helyzetet, tehát mondom, ez a patika mérleg gondolkodás volt talán fontos, hogy ezért csepegtessünk is, meg nem is, próbáljuk egy kicsit segíteni is, meg nem is a befogadót. Ugye a kurátori koncepció az nyilván az megint egy olyan dolog volt, ami valahol talán fogalmilag segíthetett egy picit az anyagot megközelíteni. Márton meg Juli nagyon kész és nagyon-nagyon szuverén vízióval érkezett már eleve. Mi már úgy találkoztunk, hogy ők már nagyon tudták, hogy mit szeretnének csinálni. Én kurátorilag inkább egy ilyen, ez olyan szokratészi báváskodás állapotában voltam, tehát próbáltam segíteni, hogy közösen ezek az ötletek meg a gondolatok kifejlődjenek. És hát például a kurátori koncepció, hogy maga a protó fogalom, meg a köré épített ilyen fogalmi keret, tehát ami ugye az ősiséget, az archaikumot, vagy a kiállításnak ezt a rétegét próbálja feltárni, az egy segít valamennyire, tehát fogalmilag vagy filozófiailag elhelyezni a dolgot, de azért ezt se toltuk túl talán. Tehát ez se olyan, ami teljesen minden titkot átadna. Tehát mondom, ez amúgy egy tök nehéz feladat, hogy a közvetítés és a obskuritás között hogy találod meg az egyensúlyt. Szerintem kifejezetten a kiállítás előnyére válik ez a vezetetlenség, hiszen mivel egy ilyen egy hónapos folyamatról van szó, mind az anyagok, mind a zene tekintetében, tulajdonképpen egy olyan világ tárul fel előttünk,
ami nem mondjuk megfejtést, nem például megfejtést kíván, hanem időzést. Mint ahogyan például a hívjuk kettes teremnek. A kettes teremben a, tulajdonképpen bárki megfejtheti az ott zajló folyamatok mienségét, hogyha elidőzik annál a darabnál. És nem kell a titkokat feltétlenül, én úgy gondolom, végletekig feltárni. Elég egyszer, hogyha megértjük ennek a világnak az alapstruktúrát, meg az alapműködését. És ebből a szempontból, amikor egyedül néztem meg, nekem kifejezetten jó érzés volt, hogy én magamra vagyok teljesen utalva, és úgymond a saját magam tempójában fedezem fel ezt a világot, amit tulajdonképpen kitárulkozik számunkra, és csak addig tudom a titkokat megfejteni, ameddig én ott elidőzök a különböző problémáknál. Tehát ez szerintem kifejezetten egyébként az előnyére válik. Az, hogy van ebbe intézménynél, nyilván van benne, mert az, hogy nem akarják a szerzők mondjuk a tudtunkra adni a műnek az olvasási irányait, annak azt nyilván fel lehet fogni valamilyen pici forradalmi ötletként nyilván. Ja, de érdekes, hogy mondod ezt az elidőzést, mert én alapvetően baromira féltem először. Bennem megjelent a rettegés, hogy nem tudom, hogy hol vagyok, merre kell mennem. Az egész fekete doboz dolgot is későn sikerült felismerném, és utána még inkább elkezdtem félni, hogy jönnek ezek a teljesen ilyen prehumán zajok és hangok, és hogy valahogy a térre reagál rám, szóval meg is vagyok figyelve itt a sötétben, amikor bármit feldönthetek, hogy én alapvetően inkább a félelem volt az első benyomásom, nem az elidőzés. De viszont ez tök érdekes, hogy ilyen különböző stádiumaiban látni mondjuk nem csak az egymásba átfolyó hangokat, hanem mondjuk azt, hogy az összes sár ugye elkezdett kiszáradni, hogy amikor először megnéztem, akkor még egy ilyen nagyon nedves, mocsaras közeg volt, most arra meg átment egy ilyen sivatagba. Igen, egyébként ez tök jó, amit mondtok, így mindketten, így a saját élményeitekről. Amúgy ez számunkra egy abszolút egy ilyen téma volt, és sokat is beszéltünk róla, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy a látogató ezt a magára utaltságot érezze meg, és hogy valamilyen szinten egy ilyen magadba fordulást idéz elő az, hogyha egy olyan helyre érkezel meg, ami egy kiállító térnek van címezve, és ahhoz fűzöl bizonyos elvárásokat, és hogyha így hirtelen ez a hely nem tudja betölteni ezeket az elvárásokat, és ilyen kapaszkodó nélkül kell tájékozódnod benne. És igazából ez egy olyan téma volt, amit már még a megnyitó után is így folyamatosan finomítanunk kellett, hogy így hol van az a határ, ahol még nem túl sok a segítség, de azért elég ahhoz, hogy egy ember, hogyha egyedül lemegy ebbe a térbe, így tisztában legyen vele, hogy így mit kéne csinálnia. Hát a folyamatszerűség, akkor mondhatjuk, azt ennyiben is kijött, hogy az alkotói folyamat is ugye kicsit így áthúzódott a megnyitó utára, de a megnyitó az egy jó teszt volt erre. Hogy láttuk, az ott egy kicsit máshogy működött, nem tudom, hogy ki volt itt a megnyitó eseményen. Ott ugye úgy volt kialakítva a dolog, hogy ott a vezetéssel lehetett megnézni magát a kiállítást, tehát hogy ott voltak kvázi vezető emberek, akik így, mint a hát ilyen barlangászati módon, ilyen tapasztalt barlanggász módjára így előre haladtak ebben a sötét labirintusban. Jó, lehet, hogy ők voltak a Minotaurus közben, vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy egy ilyen vezetett szituáció volt, 5 fős csoportokba lehetett bemenni, plusz a vezető, és akkor ez ilyen módon, mint egy ilyen túra keretében lehetett, az lehet, hogy kevésbé félelmetes, mint hogyha egyedül bolyongasz a térben. Ez valószínűleg egy biztonságosabb helyzet volt, és akkor utána, amikor lementem ennyit, akkor ezen gondolkodtunk, hogy lehet
úgy átalakítani, ahogy a Juli meséli, tehát hogy hogyan lehet itt az információ adagolást úgy felépíteni, hogy ez egy ilyen egyszemélyes kalantúraként is működhessen, vagy egy személyben is elveszhessünk úgy, hogy azért legyen esztétikai tapasztalatunk, vagy elidőzhessünk úgy, ahogy ezt a Péter mesélte. Ja, de szerintem szuper esztétikai minőség a rettegés, hogy ez... Abszolút vonzódom hozzá. Amit itt kint, meg az előző háttérbeszélgetésünkben dumáltunk, és bocsánat, hogy visszakanyarodok az ilyen intézményi kérdésekhez, nekem az ilyen tök izgi, tök érdekes jellege az egész kiállításnak, hogy az elmúlt időben itthon is, nem tudom, divatossá vált ilyen off-site kiállításoknak a minőségeit, amikor nem tudom, kimegyünk az erdőbe, meg a kőfejtőbe, meg a barlangba, és ott vagy a pincébe, hogy ugye nem White Cube terekben csinálunk kiállítást, azt visszahozni a White Cube-ba, hogy amikor belapátoltok egy tonna földet a kiállító térbe, az ugye izgalmas reakció szerintem erre a trendre. Igen, ez abszolút jelen van, és közben én talán még ennek így a fordítottját is fel tudom fedezni, hogy mondjuk egy olyan atmoszférában, ami egy ilyen, hát nem, valami egy ilyen ezt a régészeti feltárásos szférát próbálja így megjeleníteni, így becsempészni a kiállító térnek az eszközeit, és hogy posztamenseket, meg ilyesmiket, amivel általában ezek a terek operálnak, és hogy így ennek a kettőnek így az összemosásából, vagy így a feszültségeiből jön ki valami. A zenének a technikai részéről tudsz nekünk mesélni? Azt mondtad, hogy Maxben van. Igen, hát több rétegben lehet ezt a kérdést megközelíteni, de talán tehát, hogy az egyik érdekes része, ami talán nem is annyira a zene, hanem inkább a magának a nyomkövetésnek a dimenziója, amit nagyon jó barátunk, Terkár Robertnek köszönhetünk, ami tulajdonképpen az egésznek az interaktív mi voltját biztosítja, de ez a legalsó réteg, amire épül az egész. Aztán tehát az elektronikus zenetechnikai oldaláról talán olyan sok minden, tehát hogy csak annyit mondanék, hogy Max programban íródott, de hogy vannak olyan technikai kérdések, amelyekről, de hogy azok már tulajdonképpen inkább más kategória, mint technikai kérdések, amelyekről viszont szívesen beszélek, és ezek azok az elemek, vagy azok a technikák, amelyeket használok. Én röviden megpróbálom elmondani, hogy két alapvető hangfogalom, az egyik a fehér zaj, a másik pedig a színusz hang, az mit jelent. A színusz hang az tulajdonképpen a legapróbb vagy legelementárisabb összetevője a hangnak. A fehér zaj ennek az ellentétje viszont az a fehér fényhez hasonlít, tehát elvileg tartalmazza szimultán az összes frekvenciát, nyilvánvalóan ez fizikailag nem megoldható, de amikor a régi tévéken éppen két csatorna között keresgél, akkor halljuk ezt a fehér zajt. És tulajdonképpen ezek koncepció szempontjából fontos és reflektált elemei a zenei dimenziónak, mert minden tulajdonképpen erre a két hangtípusra vagy ebből a két hangtípusról épül, de úgy, hogy reflektál is rájuk. Én ehhez hozzáfűznék valamit, mert szerintem a színusz hangnál nagyon fontos elmondani, hogy a színusz hang az egy teljesen mesterséges hang, ugyanis nem rendelkezik felhangokkal. Nem tudom, tudják-e, mik a felhangok. Bármilyen megszálló test, itt, hogyha most megítjük ezt a üveget, vagy ezt az asztalt, különböző felhangokkal fog rendelkezni, és ezek a felhangok a hasonló frekvenciájú tárgyakat rezgésbe hozzák. És azáltal, hogy te egy színusz hanghoz nyúlsz, ebben az valaha volt természetes közegben egy iszonyatosan
szinte egy ilyen barbár érzelemmentes zenei anyagot hozol be, ami szerintem nagyon-nagyon érdekesen működik ezzel a valaha természettel, amit meg mondjuk a Júliának a tárgyai képviselnek. Emellett pedig a Fehér zajban, az még fontos szerintem elmondani, és ez is nagyon jól működik együtt a randomizált zenével, hogy hogy a Fehér zajnak ezek az elemei, ez egy random mozgás. Tehát tulajdonképpen itt is egy ilyen kiszámíthatatlan elemmel találkozunk a zenében, amikor ez a Fehér zaj van, amit persze mi nem tudunk úgy érzékelni, mintha ez egy igazi mozgás lenne, de a finom apró struktúrák folyamatosan mozognak a Fehér zajban. Szemben mondjuk egy színusz hanggal. Igen, amúgy a randomság az szinte az összes elemében megtalálható a zenének, kivéve mondjuk a második terem esetében ott minden nagyon vezérelt, de hogy nem is annyira, vagyis hogy a randomnak egy újabb szintje az a sztohasztikus, tehát hogy a randomon belül azért bizonyos szabályok szerint kiemelt frekvenciák azok, amelyek alapján generálódik tulajdonképpen a teljes zenei dimenzió. Tehát egy sztohasztikus folyamat, tehát egy véletlenszerű Igen. folyamatról van szó. Neked, akkor kérdezek én akkor, neked mennyire volt, amikor ezt a darabot csináltad, még a második teremről beszélünk, ahol ez a nagyon lassú glisszandó van, egy hónapig tartó glisszandó, amit csak akkor veszünk észre, hogyha eltöltünk. Mennyi, mondjuk egy hangköz, az mennyi idő alatt megy le? Hát úgy számoltuk, hogy a legalsó, tehát hogy négy hang ez egymás fölött, a legalsó hang az nagyjából 2 hercnyit megy egy nap alatt. Uh-huh. Ez mondjuk egy ilyen százas dimenzió, tehát olyan 100 herc környékén, azért ez már egy talán már egy közelítek is szekundhoz, most csak improvizál a fogalmam. De hogy ilyen, tehát hogy nagyon lassú, hogyha csak áll az ember és vár, akkor nem fogja hallani a különbséget. És az miért volt fontos, hogy kvintből kvártba megy át ez a folyamat? A kvintek azok szimbolikusan ennek a kiállításnak az esetében a Földet szimbolizálják, és a kvárt annak van egy ilyen zenetörténeti tulajdonsága, hogy míg a kvint az konszonáns, a kvárt diszonáns, de mégis nagyon rokon hangzatok, és az egyik változik a másikból, és tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, akkor egy ilyen természeti kvintet denaturalizálok kvártokká, és ruházom fel valamelyest ilyen kulturális kikacsintással, vagy nem tudom, hogy... Én ezzel meg azt fűzném hozzá, hogy a kvintet azért, mondjuk azért mondom diszonánsnak, mert a kvint egyfajta otthonosságot nyújt. Diszonanciát. És a kvárttal az a probléma, hogy feloldást kíván, ugye? Igen. Tehát tulajdonképpen itt is egy ilyen kvázi konszonanciáról van szó. Amit akartam még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire volt előtted a KG mű, az As Slow As Possible, amikor ezt a darabot csináltad. Mert egészen más, hogy működik. Van egy KG mű, ami jelenleg is szól, 2001-ben egy német kápolnában indult, ez már Kécs, tehát Kécs meghalt 92-ben, ez már Kécs halála után kezdték ezt a darabot játsz, egy automatikus orgona játsza. 2001-től szól 2640-ig kb. Azt hiszem, akkor lesz a darabnak vége. Viszont szemben a te daraboddal a KG mű konkrét hangváltozásokkal jár. És például az egyik ilyen hangváltozás most volt nemrég, azt hiszem február 5-én egy új hang megjelent a darabba, és azt az emberek tapssal meg olyankor elmennek a kápolába meghallgatni a hangváltozást, aztán megint 10 évig nyugi van. Hogy mennyire volt előtted ez a mű, és fontosnak tartottad de hogy valamennyire távol maradj Kécstől? Hát nagyon fontosnak tartottam, hogy távol maradjak Kécstől, és úgy érzem, hogy az egyik nagyon fontos aspektus, ami az én installációmban különböző a Kécshez képest, hogy az én installációmnak nincsen olyan pillanata, amikor befagy a dolog. Míg a Kécs, ez esetben orgonán előadott darabjában, ezek a hangok egyenesek, vonalszerűek, és amúgy én úgy tudom, hogy tehát, hogy még Cage életében is elő volt adva ez a darab, és akkor 20 perc alatt megoldották. De akkor zongorán játszották 20-tól 70 percig. Igen. Nyilván ez a gag, ez nem Cage ötlete volt már. Igen. Igen.
Tehát Cage amúgy egy nagyon fontos szerző, amúgy Budapesten egy kiemelten fontos szerző, szerintem így globális átlagban az én iskolámnak úgymond kiemelten fontos szerzője, és számomra is egy kiemelten fontos szerző, de ez esetben annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez egy referenciaként megjelenhet ez a darab, nem ez volt előttem. Nálad voltak ilyen képzőművészeti előképek, amikhez gravitáltál vagy? Hát előképek annyira nem. Egyébként érdekes, mert így az elmúlt napokban ez így, ez a kérdés folyamatosan így felbukkan, és így ja, hasonlókkal jönnek. Nem, én egészen más forrásokból inspirálódom így általában. Titok. Hát itt föltártunk egy titkot, itt meg egy újabbat, újabbat csináltunk, így van. Tehát, hogy, de például ez a titok, nem titok, hát amit ez nem, a természeti kvindenaturalizálása, nekem ez nagyon tetszett, amit a Márton mondott, mert ugye tényleg ezek azok a jelentés rétegek, vagy ezek azok a struktúrák, vagy mintázatok, amik tényleg így lappanganak, vagy mondjuk ehhez kell az a típusú befogadói, zenei, kulturális, egyéb típusú tudás, ami ezt meg tudja közelíteni, de ugyanakkor nekem az is fontos a kiállításban, hogy ugye ezek a dolgok, mondjuk az ilyen szimbolikus vagy kulturális mintázatai mondjuk a hanginstallációnak például, ezek ott vannak, ugyanakkor azért nem az van, hogy a befogadónak, hogy is mondjam, ezt így, mint egy kötelező tudnia. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érzéki szinten is hat az egész történet. Ugye egy ilyen proto szinten, tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen valami nagyon ilyen primordiális, érzéki szinten is megmerítkezhetünk ebben a történésben. Tehát, hogy programoz minket, vagy éppen ugye elveszettségbe taszít, vagy rettegést érzünk, szorongást, vagy nem tudom, vagy szakrális tapasztalatunk, kinek micsoda, tehát nyilván ez bármi lehet, de ez szerintem ez az érdekes, hogy van egy ilyen lappangó kulturális minta, ott ugye nagyon finoman akár ott a Juli dobozában is, ugye az első terem, ahol az a doboz található, ahol ezek az ilyen archeológiai motívumkészlet, plusz a White Cube, meg a művészeti tér egyes elemeinek mondjuk így a szétszerelése történik, és ezek is mind olyan filmek, hogy nem kell nekünk feltétlenül akár az intézménykritikára gondolni, az is benne lehet, nyilván, ha akarjuk, ugyanakkor mégis egy ilyen elemi szinten is végig lehet menni ebben a folyamatban, tehát tényleg ezen a proto szinten, mondjuk így. Igen, ez igazából nagyon fontos volt számunkra így az alkotói folyamat közben, hogy ezeket tulajdonképpen a munkának az alátámasztásait mind végig tárgyaltuk, és attól függetlenül, ahogy mondtad, igazából most csak így ismételnélek, hogy ezek így nincsenek így feltárva, még úgy gondolom, hogy így adnak egy relevanciát, vagy hogy egy ilyen előképként szolgálnak, vagy így támasztékként a munkának. A szöveg a falon, az tőled származik? Nem. Ugye majd ezt is látni fogják azok, akik esetleg még nem látták, hogy ugye van ott egy elem a első teremben, ugye a dobozos teremben, amit emlegettünk, de a dobozon kívül, most így igazából elég sok mindent elmondunk itt előzetesen, tehát hogy ez, de hát mondtuk, hogy ez ilyen titoktalanító beszélgetés, oké. Tehát, hogy ott az első teremben van egy megvilágított szövegrészlet, ami a Mezei Gábor kortárs költő egyik szövegéből származik, és hát ez is egy közös dilemma volt valójában, amikor azon agyaltunk, ugye, hogy mennyi ilyen tisztán olvasható kulturális elem legyen a felszínen.
ugye, hogy sok minden van itt, de ugye lappanganak ezek, erről beszéltünk az előbb, de hogy az azért egy erős gesztus, hogyha beteszünk egy ilyen térbe tényleg szöveget. És itt ez is egy ilyen patika mérleg dolog volt, hogy megpróbáltunk minél kevesebb. Először például Oravec Imrén gondolkodtunk, hogy esetleg az passzol, de az túl sok volt, vagy ilyen soknak mutatkozott, és akkor jutottunk el a Mezei Gáborhoz, akinek amúgy a szövegvilága hozza ezt az ilyen geológiai, hát akár mondhatjuk ilyen antropocén felfogását a természetkulturális állapotnak, tehát ahogy ezek így elkeverednek, összeütköznek, egymásba hatolnak, amire itt ti is utaltatok korábban, tehát hogy onnan származik, tehát a Mezei Gábor verséből van ez a kis idézet, nem jelöltük külön, a kurátori szövege megvan jegyezve, hogy ez honnan van, de ott ezt le akartuk, még jobban le akartuk csupaszítani, hogy tényleg csak az a két sor legyen ott megvilágítva a térben. Tegnap Endre, te említetted, hogy véletlenül benyitottál a technikai sarokba, vagy ezt te voltál? Bocsánat. És hogy így hirtelen így egy másik világba kerültél, vagy hogy a világba visszakerültél, vagy nem tudom. És én úgy emlékszem, hogy ennek a szövegrészletnek is egy nagyon hasonló, vagy hát nem, tehát hogy nem éppen ezzel a céllal, de egy ilyen féregük, vagy ilyen csatorna szerepe lett volna, ami tulajdonképpen így a verbális világba egy ilyen kulcsjukon keresztül visszatekinteni enged, és csak azt emelném ki, hogy nagyon sikeresnek gondolom a szövegválasztást, mert rendkívül jól összefoglalja, úgy, hogy valójában nem foglalja össze azokat a dolgokat, amelyekre mi gondoltunk, úgy érzem, és sok olyan visszajelzés érkezett, hogy ez így jól vezeti a gondolatokat, vagy jól segít megfogalmazni gondolatokat az installáció kapcsán. Vannak még ilyen rejtett féreglyukak a kiállításban? Van, a zenében rengeteg. A zenében rengeteg, de azokat nem akarom elmondani. De meg rád bízom, hogy csak annyit, ami izgi benne, hogy mondjuk beszélhetünk a zene tekintetében olyan különbségtételekről, hogy egy zenei anyag idiomatikus vagy nem idiomatikus. Tehát, hogy mennyire akar egy nyelvi referencia réteget bevonni, vagy mennyire akarja, hogy a nyelviség csak maga a zenei anyag alatt működjön. És pont egy olyan eset van, amikor egy ilyen zajos zenei réteg mögött egy hihetetlenül halk, idiomatikus réteg van. Tehát mintha az a nyelviség ott maga lenne a rejtettség, hogy tulajdonképpen ott van számunkra az érthetőség, de megint csak az időzéssel, meg a térnek a feldolgozásába juthatunk el ezekhez az idiomatikus kifejezetten nyelvi elemekhez, ami egy ilyen zenetörténeti utalás. Nem kell elmondanod ezt a titkot, mert éreztem, hogy nem szeretnéd tegnap, amikor, hogy az jó lenne, hogyha az rejtve maradjon. Hát most így nem tudom, tehát hogy ezek részben ilyen szilánkos formában vannak már benne, tehát hogy kicsit alakultak a dolgok, és miután a zene az, tehát hogy az általában ilyen pepecselősebb, mint amire mondjuk így számítani lehet. Ez olyan kontextusokban szokott kiderülni, amikor mondjuk egy alkalmazott zenére egy film esetében azt mondja a rendező, hogy ez legyen más, és akkor ez igaziból két hétig meg vagy. És hogy úgy, ahogy alakult a térről megszületett koncepciónk, úgy a zene az nem mindig tudta dinamikusan lekövetni a változásokat, és ezért ilyen korábbi koncepciókból ilyen szilánkos formában bennmaradtak még elemek, amelyeknek így örülök, meg így vállalom is őket, mert kicsit emlékeztetnek is azokra a szilánkokra, amelyeket a textileken látunk, vagy akár külön kiemelve. Az elsődleges célom nekem mindig az a saját zenémmel kapcsolatban, hogy így érzékileg hason, de hogy talán így esztétikailag azzal már így nagyon régóta leszámolt a zene, mint olyan, hogy ez egy érzéki műfaj.
legalábbis professzionális diskurzus szintjén, és ezért mindig ott van valami heterogén elem, amely tehát legyen az matematika, vagy legyen az bármi egyéb, ami ott munkál a háttérben, és ez ebben a zenében is megvan, és én úgy vagyok ezzel, hogy ha valakit érdekel, szívesen elmondom, tehát nem titok, lehet ezen gondolkodni, meg viccelődni vele, meg megvizsgálni, hogy mások hasonló technikákat hogyan használnak, de az elsődleges dolog az, hogy ezek ismerete nélkül is tehát tulajdonképpen egy teljes élményt tapasztaljon a hallgató, és úgyhogy azt hiszem, hogy talán most így nem mennék bele, hogy... Én ezt magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy az, ami kifejezetten tetszik, mondom, ahogy ezt már mondtam korábban is, ami az elében kifejezetten tetszik, ez a denaturáltsága az egész zenének, és emellé egy ilyen, nem tudom jobban mondani, egy ilyen apátia, egy ilyen nagyon jellemző érzelmi távolságtartás van benne a zenétben. És ezek a nagyon idiomatikus, konkrét referenciális anyagok, mint akármilyen zenetörténeti idézet, mindig előcsalnak belőlünk valami nagyon konkrét érzelmiséghez köthető anyagot. És nekem kifejezetten tetszett, hogy itt egy nagyon száraz, természettől és érzelemtől távol maradó zenei anyag elfed egy nagyon evidens és nagyon egyértelmű anyagot, míg ez ugye fordítva szokott általában lenni a zeneművekben. Általában megírnak egy nagyon idiomatikus anyagot, és akkor kortássá próbálják tenni zajjal. Mm-hmm. És itt meg pont az ellenkező játékvilágba kerülünk bele, és ez nekem így kifejezetten tetszett például. De hogy a képek meg a tárgyak közben szerintem ilyen rendkívül intimák, vagy ilyen nagyon magányos, de nagyon-nagyon személyes munkáknak tűnnek nekem. Igen, egyébként pont így valami hasonlóra akartam talán felhívni a figyelmet, hogy a tárgyak meg a képek szempontjából tényleg van egy ilyen talán az érzelem, vagy intimitás, vagy érzelem, de hogy mindenképpen valami ilyen egy ilyen erőteljes, nem távolságtartó. Számomra igazából talán így, vagy általában a képző, vagy a művészeti hozzáállásom, vagy az alkotói hozzáállásom az ettől kicsivel eltér, mert sokkal inkább értelmezői szempontból szoktam összerakni egy munkát, és talán így ez az első alkalom, hogy olyan munkáim vannak kiállítva most így valaminek a részeként, ahol meg ezek, vagy a folyamatok ilyen nyersen ragadnak meg érzelmeket, és olyan dolgokat, amik így bennem lezajlanak, és hogy igen, ezek ágyazódnak be tulajdonképpen a környezetükbe. És így lehet, hogy izgalmas is ez a kontraszt, amit így a zenével kiadnak. És amúgy engem számomra meglepő, meg érdekes, amire így most rámutattál a zenékkel kapcsolatban, ez például nem tudom, hogy mennyire volt így a figyelem előterébe. Hát szerintem ez kicsit adódik abból, ahogyan... Tehát egyrészt szerintem másként hallja egy olyan ember, aki mondjuk nem annyira jártas ebben az audio kultúrában, tehát amiről tegnap előtt is beszélgettünk, hogy például az ismeretlen hangzásokat hajlamos egy műkedvelő vagy egy nem professzionális zenész a negatív érzelmi kategóriába sorolni, mert hogy akkor valami elveszettség van, valami para, valami veszélyes, nem ismert hang, míg hogyha valakinek már hozzászokott a füle ahhoz, hogy mondjuk ilyen fehér, meg mit tudom én, mikkel találkozzon folyamatosan, akkor már más fog belátni, meg főleg, hogyha professzionális zenész, akkor aztán megállapít olyan elemeket is. Szóval ez egy ilyen sok, tehát hogy van az egészben egy ilyen ellen kaleidoszkóp dolog, tehát hogy nagyon-nagyon sok percepció
adja közre végül is azt, ami... Tehát szerintem ez sokkal inkább működik zenénél, mint más műfajoknál, mert egy sokkal puhatolózóbb talaj, és hogy nagyon sok percepció eredménye az tulajdonképpen, hogy milyen egy zene. Én abban nem hiszek, hogy lenne egy zenének olyan tartalma, amely nagyon direkt visszakódolható legyen, az egy érzelmi tartalom, vagy akár egy intellektuális. Nekem nem volt különösebben célom sem, hogy ez egy akár egy érzelemmentes, vagy egy ilyen, ahogyan te megfogalmaztad, egy ilyen távolságtartó valami legyen, viszont azon se gondolkodtam, hogy akkor most így hogyan viszek bele személyes érzelmeket, vagy hogy vannak-e nekem olyan asszociációim. Viszont olyan értelemben talán megjelenik, hogy amikor már nagyon nyilvánvalóvá vált ez a proto dolog, ezért gondoltam olyan hang megnyilvánulásokra, amelyek egy ilyen nyelv előtti, vagy nyelvet használó előtti időszakból elképzelt embernek a hangjai, vagy a megnyilvánulásai, és azok valószínűleg inkább az érzelmi kategóriába, vagy tehát, hogy azok inkább az érzelmek direkt kifejezésére szolgáltak, vagy legalábbis én úgy képzeltem, amikor ezeket írtam, mint sem egy intellektuális kommunikációnak lettek volna az elemei. De hogy ebből tulajdonképpen az következik, hogy van is egy távolságtartás, de ugyanakkor van is egy reflexió, egyfajta érzelmi hangi világ megteremtésére. Én nem hallom úgy a darabjaidat, mint hogy nyilván van ez a titok darab, amit igazán mi is csak azért tudunk, mert elmondtál, hogy én ezeket a zenéket igazából mindenki számára elérhetőnek hallom. Tehát olyan zeneszerzés technikákat használsz, glissando, kvint, ilyen zaj, olyan zaj, ami ezt tulajdonképpen szerintem nem kell semmiféle előzetes tudás, hogy ezt befogadjuk, hanem ezek olyan primér zeneszerzés technikai, meg audio eszközök, amik tulajdonképpen ugyanúgy hatnak szerintem a úgymond a szakavatott befogadóra, mint a hogy fogalmaztál, mi volt a kategóriád, a műkedvelők, mint a műkedvelők. Tehát szerintem pont azért izgalmas ez a zenei anyag, mert tulajdonképpen leszámítva, hogy persze már rengeteget beszéltünk ezekről a zenei anyagokról, de ezek nagyon evidens technikák, ami nagyon szépen működik együtt szerintem a kiállításnak a nagyon vállaltan materiális oldalával, vagy valami ilyesmi. Ja. De az izgé, hogy mondod ezeket az ősember megnyilvánulásokat, szerintem az indirekt módon az egyik legvagányabb része a kiállításnak, hogy ezek nem csak a satírozás motívuma, hogy valaki kiharapott egy darabot, vagy így belekarmolt a vendég. Valakiből előbújt a kiállítás, kinyílik a kiállítás világa. Valahogy el kell menteni, ezt meg kell őrizni. Hát ez egy fontos része a dolognak, ugye, hogy azért itt, és itt amúgy egy kérdést akarok bevezetni, amit így a Endrének meg a Petyának szánok, hogy ugye itt egy másik szinten úgy lehet erről beszélni, hogy mondjuk fontos volt, hogy ez a két terem, ugye amúgy én a második termet magamban mindig mocsárszobának hívtam, így ilyen belső használatra nekem ez volt ehhez az asszociációm, csak ugye most kiszáradt a dolog, amúgy Meg lehet öntözni? Meg lehet? Te akarod öntözni? Nehezebb lesz utána összeszedni. Jó. Igen, holnap. Én elszertöltem a délelőtt. Tehát, hogy volt egy ilyen, valamilyen szempontból egy ilyen világteremtési gesztus is ebben, vagy én így is értelmeztem közben a dolgokat, hogy ugye létrehozunk, oké, begyűrjük a külsőt a belsőbe, amit te mondasz, hogy itt behozzuk azt, amit amúgy ki szoktunk vinni, vagy mostanában kivisznek, azt így berakjuk valahova szépen a fugának a pincéjébe, és akkor ott létrehozni egy esztétikai
teret vagy világot a különböző audiovizuális, materiális, stb. Eszközökkel. És hát ugye igen, a befogadó hogy reagál erre, ez jó kérdés, ugye hát átalakul, tehát nem tudom, hogy animalizálja, vagy protoizálja a prototér, vagy protohumanizálja, na ez az. Ez a protohumán, ez egy jó fogalom, ezzel játszottunk. De én csak a kérdésem csak az különben, és ez a világ sztorihoz kapcsolódik, ugye, mert az ilyen világteremtési, meg worldbuilding, meg egyéb elméletekben, akár a videójáték esztétikákban például, ahol ez egy fontos kérdés, ott mindig ugye két fogalom jön elő az esztétikai értelemben, amit így földobnak a világok működése kapcsán. Én ezt már így bedobtam az elején, ugye az immerzió meg az interaktivitás. És csak azt akarom kérdezni, hogy most így szerintem, ahogyan beszélgettünk, meg beszélgettetek, itt talán az immerziós rész volt, tehát a világba való bevonódás, az abban való lakozás, elidőzés vagy elveszés, élménye, az, ami itt a befogadói tapasztalat felől így hangsúlyoztatok. De a kérdésem meg az lenne, hogy amúgy az interaktivitás részével mit tudtatok kezdeni? Vagy ez milyen, hogy csapódott le nektek? Bennem egyáltalán kérdés az is, hogy ezt hívhatjuk-e interaktívnak. Igen. Hogy legalább, nem tudom, az interakcióban vannak egyértelmű inputok és outputok. Itt meg talán nincsenek, de egyébként érdekes, amit mondasz a videójáték esztétikával, kicsit olyan, mint a horror videójátékokban, ahogy jönnek hátulról a zajok, amikor már valami para van, és a sötétben mindig csak így egyetlen dolog, valami nagyon para ugrik föl. Én onnan kezdeném ezt, hogy belépünk ebbe a térbe, beléptem ebbe a térbe, és teljesen világos volt számomra, hogy akkor itt tulajdonképpen az a játék, hogy fel kéne fedeznem ennek a világnak a törvényszerűségeit. Amikor bementem a kettes terembe, akkor is nyilvánvalóan láttam, hogy ki van rakva egy T betű a kövekből, és hogy vajon a játéknak része-e az, hogy lesétálunk a kövekről. Mert teljesen evidens volt számomra, hogy a képekhez való hozzányúlás az nem része a játéknak, az úgymond kívül esik a törvények lehetőségein. De, és amikor lesétáltam a földre, akkor jöttem rá, hogy ez biztos, hogy a játék része, hogy lesétálunk erről a T-alakról. Amikor pedig rájöttem, hogy különböző változásokat érhetek el azzal, hogy ezt a bizonyos Z-dobozt magammal hordozom, és tulajdonképpen akkor az egész világ tulajdonképpen akkor nyílik ki számomra, hiszen az addigi nézőből egy résztvevő lettem. És amikor involválom ebbe a világba, és résztvevő vagyok, hatással vagyok az egésznek az alakulására, és szerintem ez az interakciónak az egyik ilyen definíciója, hogy én úgymond a világnak egy olyan része vagyok, hogy nem csak szemlélődöm, hanem onnantól kezdve velem együtt kezd működésbe lépni ez az egész világ. Pont. Azt így hozzáfűzném, hogy a cél az végig az volt, hogy a lehető legkevesebb teherrel az interaktáló számára jelenítsük, vagy tulajdonképpen használjuk ezt az interaktív dimenziót, tehát hogy az seamlessly interactive lett volna a cél. Most ez az ekkora fekete doboz, az így nyilvánvalóan kicsit kontraproduktív, de hogy az biztos, hogy tehát ezen rengeteget gondolkodtunk, és biztos, hogy ez nyomkövetés, és ebben az értelemben interakció nélkül nem létezhetne, tehát ezt nem lehetne leszimulálni más eszközökkel, viszont az is nyilvánvaló, hogy talán nem abban az értelemben interaktív a dolog, hogy így olyan szétbokrozódásai vannak az információknak, amelyek teljesen kiszámíthatatlan helyekre visznek, hanem azért így nagyjából motivikusan egy összeszedett térben történik. Egyébként érdemes csoportosan megnézni a kiállítást? Lehet, hogy egyesével ilyen. Uh-huh. Hát
mindenki mit javaslunk? Mindenki saját belátása szerint, nem tudom. Amúgy volt, tehát, hogy vannak olyan visszajelzések, amik szerint egy kifejezetten jó dimenziót tud hozzáadni, hogyha csoportosan mennek le az emberek, de hogy ez meg így, nem tudom, személyfüggő. Én szerintem az, hogy te féltél, te pedig elidőztél, ez így jól leképzi a kétfajta embertípus. Vagy nem tudom, hogy te miközben féltél. De jó, de a horrorjáték analógiát is ugye, ide erre félelem. Úgy lehet, akkor inkább a csoportos megfigyelés. A horrorjátékokban az interaktivitás mindig korlátozott, abból jön a szorongás alapvetően. Szerintem én remélem, hogy most így fölborzoltuk egy kicsit a hallgatóknak a kedét, akik még nem látták, tehát meg akik esetleg látták már korábban a megnyitó pillanatában, ugye, számukra is lesznek most újdonságok, tehát hogy remélem így egy kicsit fölpörgettük a kíváncsiságot. Nem tudom, van valaki, valamelyik őtökben, ami kérdés, vagy bármikor benne ragadt esetleg, vagy... Ha nincs, akkor szerintem most ezen a ponton a kerekasztal beszélgetést lezárjuk, és akkor ezúton is köszönjük a Fugának a lehetőséget, meg a közönségnek a részvételt, és akkor szerintem most így a felajánljuk a lehetőséget, hogy utolsó alkalommal ugye meg lehet nézni a kiállítást, és hát akkor szerintem nem fűzünk ehhez kommentárt, akkor mindenki úgy nézze meg, hogy vagy mi a policing most. Igen, én azt mondanám. Vagy van más javaslatot? Ez egy jó csapatnak a játék, hogy nézze meg ennyi ember egyedül. Igen. Idő van. Ezt most ilyen nagyon interaktívan, ezt most rátok meg önökre bízzuk, hogy mit kezdtek az élménnyel. Fedezzétek fel. És akkor jó vagy rossz, vagy elidőzős, vagy horrorisztikus, vagy bármilyen tapasztalatokat kívánunk nektek, önöknek, és akkor, hát nem tudom, itt leszünk mi is a továbbiakban, a művészeknek fel lehet tenni kérdéseket, kommentálni lehet, stb. De köszönjük szépen, és akkor további szép estét. Köszönjük.